Ma este három nagyszerű és kiemelkedően sikeres hölgyet kérdezek arról, hogy hogyan találkoztatok az MLM-mel, hogyan dolgoztatok benne, hogyan dolgoztok most, mint nő, mint vezető, hogyan gondolkodtok róla, és hogy mit gondoltok, mennyiben női pálya ez. A nevem Bojtos Schwab Csilla, 8 éve építem én és a párommal együtt a hálózatunkat, és a mai vendégeink a felső vonalunkból valók. Vagyis épp az ő munkájuknak és az ő segítségüknek köszönhetően találtam és szerettem meg én is ezt az üzletet. Köszönjük szépen a vendégeknek, hogy megfogadták vagy elfogadták a meghívásunkat, és hogy ma este elmondják nekünk a tapasztalataikat és a titkaikat remélhetőleg. Nagy tisztelettel, szeretettel és kíváncsisággal kérdezem őket a véleményükről. Először közvetlen szponzoromat, Faragóné Keserű Juditot kérdezem, aki Gyesen lévő anyukaként találkozott először a DXN-nel, és a számára egy teljesen ismeretlen területre lépett, amikor hálózatépítésbe vágta a fejszét. Mára közel 16 ezer fős hálózat élén áll, 134 országból vannak munkatársai. Elérte az Executive Triple Diamond szintet, ami azt jelenti, hogy 7 direkt gyémánt vonalakban. Ma is aktív szponzor, inspiráló vezető, kiváló előadóvá is képezte magát, és számos honlapot épített saját kezűleg, a munkája révén mára pedig már anyagilag is függetlenné vált. Judit, csapjunk a közepébe. Mi a válaszod arra a tipikus kifogásra, mint hálózatépítő, hogy ez az üzlet nem nekem való? Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök neki, hogy ma is ismét találkozunk, és egy kicsit beszélgethetünk. Ugye ez a kérdés attól függ, hogy kinél merül föl, mert ugye ez lehet először, hogyha valaki először találkozik az üzlettel, vagy egy érdeklődővel beszélsz, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ez az üzlet nem nekem való. És ilyenkor milyen jó megvizsgálni azt, hogy vajon mi alapján gondolod, vagy miért gondolod ezt? Esetleg pont azért, mert még nincs információja róla, vagy hallott már valamit, de az még nem a teljes kép. Ilyenkor jó, hogyha meghallgatjuk az ő véleményét is, hogy mi alapján gondolta ezt, és akkor utána jó elmondani a mi álláspontunkat is. Megkérdezni, hogy tényleg azt gondolod, hogy egy ilyen üzletet, hogy ez egy ilyen üzlet, mert egyáltalán nem. És elmondhatod azokat az előnyöket, vagy amit te látsz benne igazán jónak. De azért olyan is előfordul, hogy akkor mondja ezt már valaki, amikor már a csapattársunk egy jó ideje. És egyszer csak azt mondja, hogy ez az üzlet nem nekem való, mert azért ilyen is előfordul. Akkor, amikor már régóta próbálkozik, és tényleg nincsenek meg azok az eredmények. Ugye ez az is lehet, hogy először csak egy kis megerősítésre vágyik. Ilyenkor jó meghallgatni, ugye az ő, hogy ő mit érez ezzel kapcsolatban, de akkor jó, hogyha mi is tudjuk támogatni ebben, elmondani neki, segíteni ebbe, hogy utána esetleg ő maga is megerősödjön abban, hogy érdemes folytatni ezt az utat. De ugye az is nagyon fontos, ahogy mindig mi is tanultuk, hogy add el magadnak ezt az üzletet. Tehát ezt akkor lehet igazán csinálni, hogyha ezt legmelőbb mélyen a szívünkben, de persze azért az eszünkben is kell tudni és érezni, hogy így van, hogy ez az üzlet nekünk való. És azért az is igaz, hogy ahogy járjuk ezt az utat, időnként fölmerül bennünk egy-egy érzés, hogy elbizonytalanodunk. És el kell fogadni, hogy ez is egy természetes érzés, hogy vannak néha hullámvölgyek. De aztán jön megint a sok pozitívum, és újra megerősödünk, és akkor tudunk ezekre építkezve még magasabbra jutni. Köszönöm. És arról mit gondolsz, hogy tényleg bárki sikeres lehet az MLM-ben? Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki tényleg ne hagyja abba, hanem sikerre vigye ezt az üzletet? Hát igen, pont ez a jó az MLM-ben, hogy ugye bárki sikeres lehet, legalábbis az alapján, hogy nem számít mi a vallásod, milyen a családi állapotod, ugye nem számít, hogy milyen végzettséged van, vagy nem kell hozzá óriási vagyon és megtakarítás, vagy befektetés, hogy elindulhassak ezen az úton. Tehát ezek nem számítanak. Viszont vannak olyan dolgok, amik elengedhetetlenek. Először is kell egy nagyon erős miért, hogy miért csinálod, miért kezded el, mert ez lesz mindig a lelke és a motorja az üzletednek. Persze ez idővel azért változhat, hogy találsz új miérteket, és esetleg utána más dolgokban is megerősödsz, hogy igen, ezért is csinálom, de ez mindig kell egy ilyen hajtómotor, hogy legyen benned. Ugye az nagyon fontos, és ezt el kell fogadni, hogy ez egy tanulási folyamat.
mert lehet, hogy már van tapasztalatunk különböző területeken, tehát le kell, ugye fontos, hogy vállalkozói gondolkodásmódban is fejlődni, ugye akár a kommunikációban is, tehát nagyon sok területen kell fejlődni, de van, akinek az MLM területén is. És ezt el kell fogadnunk, hogy ez egy tanulási és egy fejlődési folyamat. És azért az is fontos, hogy ugye nem csak mi magunk, hanem utána segítsünk másokat is, őket is tanítsuk, és megtanítsuk utána őket is tanítani. Tehát, ahogy így szokták mondani, hogy tanul, tanít, és megtanít tanítani. Ezért sokszor azt mondják, hogy nem is igazán az a fontos, hogy valaki nagyon karizmatikus legyen, vagy úgy, hogy ilyen értékesítésben szuper, hanem éppen az a jó, hogyha van benne ugye akár empátia, hogy tud figyelni a másikra, és meg tudja tanítani sok mindenre. Tehát sokszor azt mondták, hogy ez akár a tanároknak, vagy a nőknek is, ez egy éppen ezért az erősségük lehet, hogyha az MLM-et választják, és ezen a területen dolgoznak. De azért nagyon jó tényleg, hogyha bennünk van a segítségnyújtás, az, hogy nem mindegy, hogy miért tesszük, hogy benne legyen az is, hogy másoknak is jó legyen, és úgy tudunk mi is sikeresek lenni. Köszönöm szépen. Következő kérdésemet Spektvalinak fogom feltenni, aki maga is háromszoros anyuka, és már többszörös nagymama is. Gratulálunk. És emellett nagyon aktívan foglalkozik ő is az üzlettel, közösen a párjával, Spekt Józseffel. Ők ketten egy hatalmas 52 ezer fős üzletet építettek már fel, 168 országból vannak csapattársaik, és a második legnagyobb számú hálózatuk van Európában. Vali, te hogyan működsz együtt a pároddal a munkában? Ki segít, kinek, miben segít, vannak-e ilyen szerepek, amit ti így egymás közt meg tudtok osztani? Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és először hadd mutassam, amivel készültem. Gondolom nem véletlen, hogy ez pont ma köszöntött rám a boltba. Egy zsírás. A Füle és a Zoli, mint empatikus hálózat építők, ez az aranyos kis zsiráfa a jelük, az ismertető jelük, és mikor így megláttam, csodálatos szerintem. Hát visszatérve a kérdésre, nagyon izgalmasan változott a 10-11 év. Az elején szinte semmit nem tudtam segíteni a Józsinak a hálózatépítésben, inkább talán annyit, hogy mindent levettem a válláról, szó szerint semmi mással nem kellett foglalkoznia, mint a hálózatépítéssel. Aztán ez szép lassan változott az évek során. Most ott tartunk, hogy ha valami anyagot elkészít, akkor mondja, jöjjek, nézem meg, mint egy ilyen jó kis lektor, és próbálom, hogy a színek, a mondani való, hogy tényleg egy kis empátia legyen benne, aki ismeri Józsi tudja nagyon jól, hogy ő ilyen elég kemény, kolerikus természet. Hát jelenleg most ebbe tudok neki segíteni, és az évek során abban nagyon sokat remélem ő is így érzi, hogy finomodjon, hogy finomodjunk, hogy törődjünk az emberi értékekkel, hogy az MLM nem csak a pénzről szól, és nem csak a munkáról, hanem a baráti kapcsolatokról, a szeretetről, az értékekről, egy-egy jó beszélgetésről, és szerintem nagyon jó hatékonyan dolgozunk most már. Felszokott merülni az a kérdés, hogy offline vagy online, te személyesen, Vali, melyik vonalon dolgozol szívesebben? Hát én az első pillanattól kezdve offline, mint az előbb is mondtam, nekem az online egyáltalán nem az erősségem. Szívesen olvasom, nézem, hallgatlak benneteket, csodálok benneteket, de én csak offline. Azt nagyon szeretek beszélgetni, figyelni az emberekre, kérdezni őket, látni, hogy mi történik velük, mi történt az évek során, mennyit változott az életük, örülni a sikereiknek. Én ezt szeretem ebben a munkában. Köszönöm szépen. És a következő vendégünk, utoljára, de nem utolsó sorban, Kócsó Fodor Anikó, aki 4 gyermek édesanyja, és párjával, Kócsó Lászlóval a legmagasabb Krón Ambassador szintet érték el a DXN üzletben, és ráadásul a leggyorsabban is a DXN történetében. A hálózatuk 123 ezer főt számláz, 184 országból. Anikó nem csak a férjét támogatja az üzletépítésben, hanem maga is aktív szponzor, sok édesanyának, családnak segített már a DXN kiváló termékeivel.
Éppen azért első kérdésként azt szeretném tőled kérdezni, mert erre minden munkatársunk is nagyon kíváncsi, hogy hogy éred el valakinél, akinek szüksége van a termékekre, te látod, hogy szükségük van rá, hogy a segítő szándékot lássa, és ne azt, hogy valamit el akart neki adni. Hát, nagyon sok szeretettel köszöntöm mindenkit először is, és köszönöm szépen Csillának és Polinak a meghívást erre a konferenciára, és hogy úgy érjük el azt, hogy a termékeket tényleg valóban ő szeretné, és nem mi erőltetjük rá. A legeslegfontosabb szerintem, hogy nem kell sietnünk. Nem az a cél, hogy azonnal vásároljon. Először nem arról beszélek, hogy neki miért jó a termék, hanem arról beszélek, hogy nekem miért jó a termék. Hogyha rá akarom erőltetni, akkor rögtön be fog először zárni. Most van egy nagyon-nagyon friss példám, amit szeretnék megosztani veletek. Megismerkedtünk egy fiatal házaspárral, és teljesen más kapcsán, nem üzleti szempontból találkoztunk, magántanítja a gyerekeink, és az ők is a kislányokat magántanítóként akarják tanítatni. És nagyon sok mindenről beszélgettünk, körülbelül ilyen egy-két hetes volt a kapcsolatunk, de még ők nem tudták, hogy mi miről, mivel foglalkozunk, semmit nem nagyon tudtak rólunk, csak ugye legtöbbször a gyerekeinkről beszélgettünk, de ugye én elég nyitott vagyok az emberek iránt, én nagyon sokat kérdezek, és ugye mi már tudtuk, hogy mivel foglalkoznak, hol élnek, hogy élnek, és egy ilyen beszélgetés során Lacival mi így valahogy felhoztuk, hogy igen, az, a Morinzis videónak nagyon jó lenne az a helyszín, és ők rákérdeztek, hogy mi az a Morinzis videó. És eljutottunk arra a beszélgetésre, hogy átküldtem nekik, elmondtuk, hogy mi az a Morinzis videó, hogy 600 napja iszta Laci a Morinzit, és hogy erről videó is készül, és átküldtem a nekik, a Lacinak ugye van egy egyéves ilyen vágott Morinzis videója, elküldtem nekik ezt a videót, és bizony most már ők kérdeznek a termékről, hogy melyik jó, mit ajánlok. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mi megvárjuk, hogy ők kérdezzenek. Tehát nem mi akarjuk eladni a terméket neki, megosztom velük az én termék tapasztalatomat. Ez nagyon fontos, hogy magamról beszélek. Nem arról, hogy neki, a gyerekének miért lenne jó, hanem magamról. És bizony ez sokszor nagyon lassúnak tűnik, de valóban türelmesnek kell lenni. Nagyon fontos. Köszönöm szépen. Közben gyorsan töltőre kellett dugni a telefonomat. Te hogy hozod egyensúlyba a szponzorálást? Tehát akik már csapattársaid, és úgy gondolod, hogy egy kis törődéssel jobban menne az üzlet, vagy jobban tudnának gondoskodni a szeretteikről, megkeresed te is őket, vagy minden esetben megvárod, hogy ők keressenek meg, hogyha szükségük van rá? Hát sokan ismeritek a mi stratégiánkat, hogy mi nem keressük a munkatársainkat. Mi azt gondoljuk, hogy hibás elképzelés az, hogy mi akarjuk azt, hogy ők sikeresek legyenek. Ezt mi fordítva gondoljuk. Mi hisszük azt, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen, neki kell akarni ezt az üzletet. Amikor komolyra fordul a döntése, és valóban látjuk, és ő is elmondja, hogy szeretne ezzel az üzlettel foglalkozni, akkor bizony elmondjuk ezt neki, hogy ő fogja. Vagy neki kell akarni ahhoz, hogy sikeres legyen. És a DX-en egy nagyon-nagyon egyszerű üzlet. Nagyon sokan ezt túlbonyolítják, és ezáltal megijednek tőle, félnek, és nem mernek hozzáfogni. Én azért szerettem, mert gyakorlatilag azt kell tennem, amiben hiszek. Őszintén elmondom az embereknek azt, amit gondolok. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy erről szól a DX-en üzlet. Köszönöm szépen. Nyilván vannak kudarcok, tehát mindenkinek vannak kudarcai, és ez szerintem ez teljesen természetes, és a sikerhez vezető út az
ennek elengedhetetlen része, hogy vannak kudarcaink. De a legfontosabb szerintem a használd és oszd meg elv. Enélkül nem működik. Ha használjuk a terméket, és ezt megosztjuk, akkor sikeresek leszünk. És nagyon jó érzés, hogy nekünk 11 év után sincsenek MLM sérültjeink, mert mi soha semmit nem akartunk erőszakkal senkire rákényszeríteni. Köszönöm szépen. Ahogy már többen említettétek is az empátiát, ezt mind a hármótoktól kérdezem, hogy ti hogyan használjátok az empátiát az üzlet melyik területén, vagy milyen konkrét példát tudnátok rámondani, amikor az empátiára volt szükség. Akkor Juditot kérdezem először. Én is úgy érzem, hogy az MLM az a kapcsolatok üzlete, és ez ránk is igaz, meg ugye sokszor mondják, hogy azért van két fülünk és egy szánk, úgyhogy legalább kétszer annyit hallgassunk, és kevesebbet beszéljünk. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk arra a másik emberre. Mert ugye azért nagyon klassz az online világ is, meg az automatizálás, a videók is, hogy rengeteg minden információt át tudunk adni. De azért akkor lesz igazi kötődés, hogyha megvan ez a személyes kapcsolat és kontaktus, és azért néha vannak személyes konzultációk, találkozók, ahol még jobban kialakul ez a kötődés egymás között. És azért ugye mindig halljuk, hogy van az üzleti időnk, és ugye az nem mindegy, hogy kire szálljuk, és akkor tényleg csak az üzletről szóljon, de ezt mi tudjuk nagyon jól, hogy néha sokkal többet jelent az, hogyha néhány más dologban is el tudunk beszélgetni a csapattársakkal, mert hát csak elmondják, hogy mi van otthon a gyerekekkel, a párjukkal, a munkában. Persze azért tényleg az üzleti időben nem szabad túlzásba esni, de hogy ez is a része. Így válunk igazán egy közösségé, egy családé, vagy egy családdá, hogy így tudunk hogy egymás életének és a mindennapjainak a részévé válunk. De ez épp úgy az is fontos észrevenni, ugye itt a személyes törődés során is, hogy mire van neki szüksége ahhoz, mi gátolja őt a sikerben. Tehát szakmai szemmel néha könnyebb nekünk észrevenni, hogy mi az, amit nem jól csinál, amiben esetleg neki kell változni, vagy az is jó, hogyha csak néhány jó kérdéssel ő magát ébresztjük rá arra, hogy mi az az út és lépés, amit neki is meg kell tennie. Ezért is jó néha nézni a statisztikát, visszakérdezni egy-két dolgot, megkérdezni, hogy ő hogy csinálja, és néha ő saját maga tud ráébredni arra, hogy mire van szüksége. De azért tényleg az is nagyon fontos, hogy legyenek őszinték velünk. És néha így elmerik mondani azt is, hogy mi a nehéz nekik, mi fáj, és ezt is meg kell tudnunk hallgatni, és megfelelően kezelni ezt a részét. De azért az is igaz, hogy nem szabad túlzásba esni ezzel a pátyolgatással sem, mert hogy hagyni kell azt is, hogy néha ő is átmenjen ezeken a kihívásokon, és neki kell, hogy benne legyen az az igazán erős kitörési vágy, és változtatni akarás és a hite, ami által ő folyamatosan tesz lépéseket azért, hogy jobb élete legyen. Köszönöm. Vali, számodra mit jelent az empátia? Hú, hát ehhez még hozzátenni valami nagyon jót. Mindent elmondott a Judit, ami fontos lenne. Talán annyit, hogy én nem beszélek angolul, és nagyon sok kiváló vezetőnk van Szlovákiában, Csehországban, Németországban, több helyen, akikkel csak úgy angolul lehetne beszélgetni. És én többször megtapasztaltam már, hogy elég egy ölelés, egy mosoly, egy tényleg egy szívből jövő puszi, vagy csak egy mondat, és már tudják is, hogy gondolunk rájuk, hogy velük vagyunk, hogy fontosak számunkra, és a következő találkozón, ha összetalálkozunk, akkor már úgy is fogadnak, mintha nem is telt volna el az egy év, vagy ez a fél év, mióta nem láttuk egymást, ezt nagyon sokszor tapasztaltam már, és én például ezért szeretem nagyon a találkozókat, a rendezvényeket, mert szinte rendezvényről rendezvényre, mintha tényleg jó barátságban, hogy elválunk, úgy találkozunk, egy pár mondat, és mindenki örül, hogy együtt vagyunk. Hát mind a hárman nagyon csupaszív asszonyok vagytok, úgyhogy Anikótól azt kérdezem, hogy persze az ilyen nagyon megértő és nagyon érzelmes emberek be is vonzák a panaszkodást, hogy mit lehet tenni azzal, aki
aki nem csak néha, hanem hogy folyamatosan csak mondja a panaszt, hogy lehet egy ilyen helyzetet kezelni, amikor egyrészt együtt érzel vele, másrészt viszont ugye szeretnéd, hogyha ez az üzletről szólna. Ez az utolsó kérdés, mi volt? Szeretném, hogyha a beszélgetés nem mindig a magánéletről, hanem azért az üzletről, az ő haladásáról szólna. Tehát nekem is nagyon-nagyon fontos az empátia, és mivel én is így gondolkodom, tehát nekem ez Dave-szentől függetlenül is nagyon fontos az empátia. Én ebben a helyzetben is rögtön belehelyezem magam az ő helyzetébe. És mivel a hálózatépítésnél is nagyon-nagyon fontos ez, hogy valóban bele kell képzelni magunkat az ő helyzetébe, rögtön próbálom megérteni az ő miértjét, hogy vajon miért ilyen negatív, milyen az ő helyzete, miért panaszkodik. És hogyha komolyan figyelek rá, és megértem a miértjét, akkor meg fogom érteni a panaszait, és sokkal hamarabb fogom tudni átfordítani őt pozitívvá, és megtanítom, hogy nem arra fókuszálunk, hogy mi a hiba, hanem a megoldásra fókuszálunk. Tehát én azt gondolom, hogy ebben kell segíteni, és a legfontosabb, hogy meg kell érteni. Nagyon fontos, hogy figyeljünk az emberekre, mert hogyha figyelünk rájuk, és próbáljuk megérteni őket, akkor a bizalmukba fogadnak, és bízni fognak bennünk, és akkor fognak ránk hallgatni. Köszönöm. Judit, a csapatépítéssel kapcsolatban kérdezlek téged. Én gyakorlatban is látom, hogy mint a csapatod tagja, mennyi erőfeszítést teszel azért, hogy valóban egy csapat épüljön. Mit gondolsz te erről, hogy mi a dolga egy szponzornak a csapatépítéssel kapcsolatban? Hát én az első pillanattól fogva nagyon otthon éreztem magam, hiszen egy kicsit ebbe én beleéltem az anyai gondoskodást. De azért így utólag, meg sok idő után azért már rájöttem, hogy ilyen nem mindig az a tökéletes, ha mi mindig pátyolgatjuk a csapattársainkat, mindig mindent megcsinálunk helyettük, mert ez nagyon nehéz a gyerekeimnél is ugyanígy érvényesíteni, hogy hagyni őket kibontakoztatni. És azért tényleg így van, hogy nem szabad ő mindent helyettük megcsinálni, hanem igenis önállóságra kell őket nevelni. De azért az mindig jó éreztetni velük, hogy itt vagyok, hogyha szükség van rám, vagy hogyha elakadsz, akkor bármikor jöhetsz ide, és segítek neked. De igenis nagyon fontos azt erősíteni, hogy te is meg tudod csinálni. És nem az a lényeg, hogy azt mutassam, hogy én mindent tudok, én bármire képes vagyok, és akkor én megcsinálom helyetted. De ez jó megerősíteni abban, hogy te is tudsz fejlődni, és vannak olyan területek, amit, hogyha megtalálsz, hogy mik az erősségeid, akkor abban te is úgy szuper lehet, és ez az üzlet úgy működni fog számodra is. De természetesen azért nagyon jó, hogyha mi is át tudunk adni sok tudást, vagy akár eszközöket is, amit bárki tud használni. Úgyhogy ez is így lehet egy kis plusz, amiket adunk a csapatunknak, ami által nekik is könnyebb lesz az üzletépítés. És persze itt sem igazán az számít, hogy mondjuk most nő vagy férfi, bár talán nekünk egy kicsit azért így könnyebb, de igazán az, hogy a személyiségünk milyen. És azért tényleg ez nagyon sokunkban van ez, hogy gondoskodjunk, hogy számít, hogy a másik hogy érzi magát. És de azért azt is észre kell venni, hogy nem szabad túlságosan óvni őket, mert hogy a kihívások által fejlődnek, és lehet, hogy pont abból fognak a legtöbbet tanulni. Úgyhogy ezt nagyon ügyesen kell mérlegelni mindig az adott helyzetben. De azért azt érzem, hogy ha szükség van, akkor mi mindig ott vagyunk és segítünk. És ez is jó benne. És az a legjobb, erre kell megtanítani őket, ha segítesz, akkor utána ezt add tovább, és te is segíts valakinek. Úgyhogy így lehet a legjobban meghálálni, hogy aztán te is továbbadod a segítséget. Köszönöm. Ha már szóba került ez, hogy női vagy férfi dolog, valit kérdezem, hogy mit gondolsz, hogy a párod, mint férfi, mit szeret a hálózatépítésben? Hát az elején biztos azt szerette, hogy megvalósíthatja az álmait, azt, hogy legyen passzív jövedelme, legyen szabadsága. És ma már meg élvezi, hogy sikerült, hogy van passzív jövedelem, hogy van szabadsága, hogy tényleg, amikor csak szükség van ránk, akkor
ott vagyunk, léphetünk, tehetünk jó dolgokat, és ő kifejezetten ezt szereti. Például ma elmentünk a unokánkért, aki most kezdte az óvodát, mi mentünk érte délbe, együtt fagyiztunk, és szerintem ez fantasztikus, hogy ő elérte ezt. És itt szeretném is én azt elmondani, hogy hát napok óta ez foglalkoztat engem, hogyha valakinek az az álma egy MLM üzletbe, hogy legyen 60 ezer forint passzív jövedelme hónapról hónapra, szerintem az ugyanolyan siker számára, mintha valaki az 1 millió forintot vagy a 3 millió forintot tűzte ki. Hogyha az az álma, hogy ebből a 60 ezer forintból ő havonta elmegy egy nyaralásra, és ezt megkapja, akkor nagyon sikeres. És ez fantasztikus. Csatlakozom az Anikóhoz, amit az előbb mondott, hogy tényleg, ha hagyjuk az embereket, hogy tegyék a dolgukat, és a saját miértjük szerint legyen meg az a cél, az az álom, amit elérnek, akkor nagyon sok sikeres ember van itt a DXM-ben. És én ezt látom, hogy ez így jól működik. Köszönöm. Anikótól kérdezem, hogy mikor tudtad és miből, hogy ez a te üzleted? Igen, 11 éve, amikor rátaláltunk a DXN-re, ugye akkor a Zsófi nagyon pici volt még, 1 éves, és Laci tudott csak kimenni Maláziába a DXN céget megnézni, és amikor hazajött, ugye hozta a termékeket, mi akkor eldöntöttük, hogy mi ebből az üzletből fogunk élni, és akkor is már nagyon-nagyon szerettük, de én ugye akkor Magyarországon még nem voltak termékek, én akkor csak így csendes figyelője voltam az ő termékfogyasztásának. Tehát én így megvallom hősiesen, hogy én akkor még nem kezdtem el fogyasztani a termékeket, így csendben figyeltem, hogy Laci miket teszik vissza, a kávét. És történt egy dolog, ami azt gondolom, hogy én azóta vagyok nagyon-nagyon elkötelezett. Nyilván mi akkor eldöntöttük, hogy mi ebben az üzletben sikeresek leszünk, és hogy ettől senki és semmi nem tántoríthat el bennünket, de én a terméket még nem fogyasztottam, viszont Zsófi kislányunk akkor volt még kisbaba, és jött egy egészségügyi problémája. Most már nagylány így nem szereti, hogyha elmondjuk, hogy mi volt ez, úgyhogy én ezt tiszteletbe tartom. A lényeg, hogy elvittük egy orvoshoz, elvittük másik orvoshoz, óriási fájdalmai voltak, és nem tudták, hogy mi a probléma. És Laci besokalt, és azt mondta, hogy jó, egy késő délután felhívtuk Jane-t, és elmondta, hogy mit kell tennünk. Mi ezt alkalmaztuk, és a Zsófinak rendeződtek másnap reggelre a problémái, úgyhogy én onnantól fogva elkötelezett DXN fogyasztó, termékfogyasztó, és nagyon elkötelezett hálózatépítő vagyok, és ettől senki nem tántoríthat el minket, nagyon elkötelezettek vagyunk most is, és nagyon-nagyon sok, tehát ugye azért 11 év alatt én nagyon-nagyon sokat tudnék mesélni erről, hogy mindig megkapjuk a megerősítést, hogy mennyire jó helyen vagyunk, de van egy pár példa, amit én meg szoktam osztani, mert ezek nagyon-nagyon közel állnak a szívemhez. Az egyik az egy nagyon fiatal hölgy volt 8 évvel ezelőtt, aki szült egy kisbabát, és hát egy ilyen tyúkanyója voltam neki, tőlem kért mindig tanácsokat, és problémája volt a végbelével, elment az orvoshoz, és végbélrákot állapítottak meg neki áttéttel. Nagyon fiatal volt, még 30 éves körüli hölgy, és azonnal megszponzoráltuk mi termékekkel, elkezdtük neki óriási dózisban adni a terméket, és elmondhatom, hogy ő ma egészséges, tehát teljesen meggyógyult. Én azt gondolom, hogy ettől csodálatosabb dolgok nincsenek. Van egy kisfiú is, akit viszont Dr. Lin támogatott. Ez egy másik olyan dolog, ami azt gondolom, hogy mindent elmond. Ő is egy nagyon súlyos betegségben szenvedett. Őt az elnök úr támogatta, a kisfiú ma iskolába jár, egy idős a Zsófi kislányunkkal.
Tehát én azt gondolom, hogy ma már nagyon sok kisbaba születik a DXN-nek köszönhetően. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a történetek mind-mind megerősítenek abban, hogy mennyire jó helyen vagyunk. És azt mondjuk el, hogy annak a kisfiúnak akkor azt mondták, hogy nem olyan sok van hátra. Így van, így van, így van. Tehát lemondtak az életéről bizony, bizony. Úgyhogy mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk a DXN-nek, mert valóban megváltoztatta az életünket, és mi a nap 24 órájában gyakorlatilag együtt vagyunk Lacival, és a gyermekeinkkel is, mert itthon tanulhatnak, tehát magántanulók lehetnek, és ezt a DXN nélkül nem tehetnénk meg. De a legcsodálatosabb ebben az üzletben az, amikor valaki elindul a nulláról a munkatársad, és nagyon sokszor ugye azért a mai világban a mínuszról indulnak, és látni az ő sikereit mind az egészségében, mind üzletileg. Tehát ezek nagyon-nagyon motiválóak. Tehát ezek a történetek azok, amik valóban megerősítenek abban, hogy ezek a mi üzlete, tehát ez az üzlet a mi üzletünk. Köszönöm szépen. Én készültem még egy plusz kérdéssel, amit mind a hármótoknak szeretnék feltenni, mivel ugye Hölgy válasz a mai dobbantónak a címe, és szerintem sok olyan nő van, aki szeretne valamiben vállalkozni, de valamiért a hálózatépítést úgy gondolja, hogy az nem annyira női dolog. Hogy adnátok-e egy kis megerősítést, hogy miért való ez mégis nőknek? Hiszen azért, ha megnézitek a hálózatotok összetételét, én nem látom a statisztikát, de feltételezem, hogy több nő építi a hálózatot, mint ahány férfi. Hogy biztassuk egy kicsit azokat, akik egy kis bátorításra várnak, hogy miért nem férfias ez a szakma, hanem igenis nőknek is való legalább annyira, mint férfiaknak. Valikát kérdezem, hogy te mit gondolsz? Én úgy látom, hogy nem félnek a hölgyek a hálózatépítéstől. Én azt tapasztalom, hogy ugyanolyan elkötelezettem, meg ugyanolyan bátran döntenek, ha erről van szó, hogy emelem. Szerintem semmivel sem kevesebben döntenek úgy, hogy emelemet építenek, mint a férfiak. De hogyha mondjuk egy bátorítást, akkor talán a gyerekeimre szeretnék így kitérni, mert szerintem sok hölgyet azt tart távol, hogy jaj, mi lesz a gyerekem, mert nem kapja meg az esti mesét, nem fekszik le 8:30-kor, mert nem fogok hazaérni egy találkozóról, vagy egy rendezvényről. Szerintem a mi példánk az mindenkinek jó példa lehet, hogy 3 kisgyerekkel vágtunk bele, mert még mindegyik kiskorú volt, és igaz, hogy én magát a hálózatot nem építettem, de minden mást igen. Tehát minden másba én dolgoztam itthon, és én azt láttam a gyerekeinken, hogy nem, hogy bármi kár érte volna őket, vagy kevesebbek lennének ettől, hogy volt az életünkben 2 ilyen év, amikor tényleg éjjel-nappal dolgoztunk, hanem azt láttam, hogy nagyon is jót tett nekik, hogy látták ezt a munkát, látták ezt a fejlődést, látták azt, hogy a szüleik sikeresek. És szerintem, ha egy gyermek látja, hogy akár az anyukája, akár az apukája eléri az álmát, eléri a célját, akkor az a leginspirálóbb, amit tudunk adni. Tehát szerintem sok hölgy ettől fél, hogy mi lesz a gyerekével, de látik a Juditon, Anikóékon, és folytathatnám a többiekkel is, hogy a gyermekeink semmiben nem sérültek, sőt, mindannyiukon azt látom, hogy nagyon-nagyon jót tett nekik, hogy a szüleik hálózatépítéssel foglalkoznak. Köszönöm. Mit gondolsz erről, Judit? Én is legjobban a saját példámat tudom fölhozni, hiszen ugye én magam is otthon voltam, és kerestem ugye a tanulás és a munka lehetőségeket, és először ezt csak is online tudtam elképzelni. És azt is látom, hogy a mai világban tényleg nagyon sokan keresik erre a lehetőséget. Hát már eleve azt nézzük, hogy a hagyományos állásoknál is nagyon sok home office van, akkor ez milyen szuper, hogyha egy saját vállalkozást is föl tudunk építeni online. És milyen jó ugye ehhez, hogy nem kell óriási nagy befektetés, mert azért, hogyha történik egy megrendelés a webáruházunkban, vagy egy regisztráció, az ugye nem nekünk kell kezelni, hanem van egy szuper háttérjodalod, aki mindezt megteszi. Tehát vannak olyan folyamatok, amik abszolút nem rajtam múlnak, hanem ezek a cég biztosítja számunkra, és azért ez nekem ugye nagyon nagy könnyebbség nőként is. És utána pedig egy csapatban dolgozunk. És valóban benne van ebben az üzletben a passzív jövedelem lehetősége, ugye ami nem az elején kezdődik,
mert nem úgy kezdődik, hogy nem dolgozunk, és jönnek az eredmények, hanem először valóban sok időt és energiát bele kell fektetni, de hogyha jól felépítettük az alapokat, és a vezetőink is folyamatosan teszik a dolgukat, tehát vannak olyan emberek, akik a csapatunkat, a hálózatunkat és a vezetőinket képezik, akkor bizony az a csapatunk folyamatosan tud fejlődni is, és nem kell nekünk mindig aktívan részt venni ebben. És ugye ez egy nagyon jó elindulási lehetőség volt egy esen lévő anyukának is, hogy ennyi sok jó eszközt és lehetőséget megkaptunk, ami által el tudtunk indulni. De én azt is tudtam, hogy amennyire csodálatos anyaként lenni, meg mennyire fontos, azért nem tud kielégíteni teljes mértékben csak a házi munka és a gyerekek, és nagyon fontos volt számomra, hogy karriert is építsek. És azt is tudtam, hogy az MLM is lehet egy abszolút megbecsülésre méltó karrier, ahol igenis nagyon sokan felnéznek ránk, és csak jól kell csinálni. És lehet, hogy az MLM-nek a hírneve az nem mindig olyan jó, de hogyha te magadon belül érzed, hogy mennyi embernek segítesz, hogy jó az, amit csinálsz, akkor ebben nincs miért kételkedned. És hát nekem is volt egyszer, amikor ugye meghívtak az üzletanyú konferenciára, és 800 anyuka előtt meséltem el a történetem. Kiálltam, és el tudtam mondani, és én erre büszke vagyok, hogy a DXN üzletet építem, és hogy egy ilyen karriert tudtam felépíteni. És én egyébként nagyon sok nemzetközi üzletépítőt is nézek, anyukát is, meg nőket, ugye ez a Most Powerful Woman, ez a neve, és olyan csodálatos, ahogy beszélnek az egész szakmáról, és hogy ők milyen nők. És valóban erre kell törekednünk, hogy büszkék legyünk arra, amit csináljunk, de igenis tanuljunk és fejlődjünk, hogy valóban tudjunk. Úgy nekem ez a szünetem. Szuper, köszönöm. Anikó? Én is hiszem azt, hogy ez női üzlet is. Tehát ezt hangsúlyozom, hogy mindkettő. Tehát szerintem ezt így nem lehet elkülöníteni, hogy nő is vagy férfi, mindkettőnek. Én nagyon büszke vagyok a Juditra, én valóban az ő példáját látom itt a legmotiválóbbnak itt a nőkre nézve. Én szerintem nagyon csodálatos dolog az, amit ő két év, vagy a két kisgyerek mellett felépített, és óriási példa az. Én itt a szabadságot emeltem, hogy én is ugye gyakorló anyukaként látom azt, hogy azért ez az üzlet, ami szabadságot biztosít nekünk, és bármikor rendelkezésre tudunk állni, és nincsenek kötöttségek, és valóban a családdal, a gyermekekkel összhangba tudjuk hozni ezt az üzletet, és visszacsatolnék Valira, mert mi ma pont beszéltünk, hívtam telefonon, és mondta, hogy az óvodában van, és megy a kis óvodás, most ment a kis unokáik óvodába, és ettől csodálatosabb érzés nincs. A Vali, ha dolgozna, ha csak nem venne ki szabadságot, nem tudná megtenni azt, hogy ő eljár óvodába a pici beszoktatós kis unokájáért, és Józsi meg a Lacival beszélt akkor, és én most megyek, viszem a családot fagyizni az óvoda után, tehát közösen. Tehát én azt gondolom, hogy én ezt a vonalat érzem nagyon erősnek, hogy valóban nagyon szabadan tudunk élni, és tényleg nincs olyan, hogy nemet kell mondanunk, mert rohanunk a helyünkre. És a Juditra még visszatérnék itt az MLM hírnévre, hogy nagyon rossz az MLM-nek a hírneve. Ugye én nem dolgoztam MLM-ben a DXN előtt, és én hiszem azt, hogy ez rajtunk múlik. Nekem is okoztak nehézséget, amikor azt mondtam, hogy mi MLM-ben dolgozunk, de ma már nagyon-nagyon büszkén vállalom ezt, mert hiszem azt, hogy a mi 11 éves munkánk, amit ebbe beletettünk, én azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék erre, és büszkén vállalhatjuk azt, hogy mi az MLM-ben dolgozunk, és valóban nagyon-nagyon jó érzés, hogy ilyen szabadon közösen élhetünk, mert nem hiszem, hogy nagyon sok család engedheti meg magának, hogy a férj és feleség szinte a nap 24 órájában együtt van, és a gyerekekkel ennyi időt tölthet, nem beszélve a rengeteg utazásról, amit ugye a DXN nyújt nekünk. Én azt gondolom, hogy itt, akik itt vagyunk, mindannyian rengeteg utazáson vettünk részt, és bizony ez is az MLM-nek köszönhető, ahány országban mi eljutottunk. A Bertin most 9 éves, ő több mint 22 országban volt már,
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is az MLM üzlet, és én minden nőt és férfit arra inspirálok, hogy egy kicsit gondolja azt át, hogyha ő alkalmazottként dolgozik valahol, akkor ezeket megteheti-e, vagy sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az érvek nagyon-nagyon ez mellett szólnak. Ez nagyszerű végszó, köszönöm szépen. Mindannyiótoknak, ahogy elvállaltátok a ma esti interjúkat, a válaszadást, és a jövő héten újabb két hölgyet fogunk megkérdezni arról, hogy mi az ő véleményük és tapasztalatuk az MLM-mel kapcsolatban, illetve a DXN-nel kapcsolatban. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és kövessetek minket jövő szerdán is. Sziasztok! Mi is köszönjük szépen, és sok sikert mindenkinek. Sziasztok!